Magyarország világviszonylatban első között van a szív- és érrendszeri, valamint a cukorbetegség tekintetében. Ennek egyik lehetséges oka a helytelen életmód, melyhez kapcsolódik a rendszertelen mozgás is. Nagyon keveset mozgunk, rengetegen munkát végzünk, és egyáltalán nem tanulunk meg mozogni. Én úgy gondolom, hogy annak idején megtanítottak bennünket a szüleink, meg mi is megtanítjuk a gyerekeinket minden nap fogat mosni, de arra nem tanítjuk meg őket, hogy minden nap tornászunk, és pedig ez legalább olyan fontos, mint hogy a fogaink tiszták legyenek. A rendszeres testmozgásnak több, az egészségünkre, közérzetünkre pozitív élettani hatásai vannak, úgy, mint állóképesség és teljesítménynövekedés, agyműködés, serkentés, méregtelenítés. Gyakran azzal indokoljuk a mozgáshiányt, hogy nincs rá időnk. Ezt a problémát próbálja kiküszöbölni a február végén nyíló Női Fitness Klub, mely pár év alatt a világ vezető női fitness ágazatává nőtte ki magát. Ez egy amerikai franchise hálózat, amelyet több mint 20 éve alapított egy amerikai házaspár. Ma már több mint 40 ezer ilyen klub van, többségében Amerikában, de Európa szerte is. Magyarországon ez lesz a 14. klub. 6 éve nyílt először, Budapesten is, és vidéken is, Kecskeméten, Debrecenben, Zalaegerszegen is van ilyen klub. Ezt a klubot nőknek találták ki, csak nőknek. Egy olyan edzésprogram, amely megmozgatja minden izomzatunkat, gépeken dolgozunk, körbe vannak a gépek. A gépek mind hidraulikus mozgatásúak, tehát mindenki a saját erőlétének és fittségi állapotának megfelelően tudja mozgatni. Akár idősebbek is, tehát nem kell attól félni, hogy itt súlyokat kell megemelni, hanem mindenki a saját erőlétének megfelelően dolgozik. 30 másodpercenként másodpercekkel dolgozunk egy gépen, és két gép között van egy úgynevezett regeneráló pad, amivel különböző izomcsoportokat megmozgatás közben regenerálódik a szervezet. Egy edzés az 30 percig tart, és a KÖRSZ egy olyan programot dolgozott ki, amely egy heti 3x 30 perces edzéssel gyakorlatilag mindenkinek elegendő arra, hogy megmozgassa a teljes izomzatát. Nagyon fontos az, hogy mi ezt kontrolláljuk folyamatosan. A kör közepén mindig egy edző áll, aki odafigyel arra, hogy jól mozog-e, hogy helyesen tartja, helyesen ül-e a gépen, hogy megtámasztja rendesen a gerincét, tehát és különböző ízületeit tudja elvédeni. És ami még nagyon fontos, hogy havonta mérést végzünk. Tehát mindenki a saját céljait, amit kitűz, azt bizony meg tudja vizsgálni, hogy volt-e értelme annak, hogy ő ide járt heti kétszer, háromszor, négyszer, vagy ahányszor van kedve. Miért volt fontos, hogy csak hölgyek vehetnek részt ebben a klubban? Hát nagyon sokunk számára egyáltalán nem mindegy, hogy a kicsi hájacskáinkat azt megmutatjuk-e az uraknak. Nem szeretjük megmutatni, úgyhogy nagyon fontos, hogy itt magunkba tudjunk izzadni, és a hájacskáinkat megszüntetni. Azon kívül ezek a gépek úgy is lettek megszerkesztve, hogy a férfiak méreteihez, meg izomzatához nem is igazán alkalmasak. Tehát ők magasabbak, robosztusabbak, ezért kevésbé tudják használni. Említette az egészségfelmérést. Miből áll, és milyen eredményeket ad meg? Minden találkozást úgy kezdünk, vagy egy klubtagságot, hogy egy fittségi állapotfelmérést végzünk, ami egy félórás beszélgetés. Azon felmérjük, hogy milyen szokásai, milyen egészségű állapota van a jelentkezőnek. Megmérjük a testsúlyát, a magasságát, testzsírszázalékot és különböző körfogatokat, mellbőség, csípő. És utána kitűzünk valami izgalmas célt, amit el szeretne érni egy hölgy, hogy például újra bele szeretne férni a mennyasszonyi ruhájába, vagy valami hasonló, és havonta ezt megismételjük, ezeket a méréseket, és azzal lehet ellenőrizni, hogy valóban haladok-e a mennyasszonyi ruha felé, vagy sem. Esetleg ellátják-e az idejárókat életmód tanácsokkal, vagy receptekkel? Igen, tervezzük, de nem nyitáskor, hanem egy következő lépcsőként, igen, a KÖRSZ-nek van egy táplálkozáskontroll programja is.
Említette, hogy az edzők odafigyelnek arra, hogy egyenes háttal üljenek az idejárók, hogy az ízületeknek ne essen problémájuk. Akkor mozgás problémával rendelkező emberek is látogathatnak ide, esetleg kismamák is. Kiknek ajánlja? Igen, természetesen. Sőt, igazából a körsz az tulajdonképpen a 35 feletti korosztályt szólítja meg leginkább. Ami egy hiánypótlás, mert azért a hagyományos fitnessklubok általában a fiatalokat szólítják meg, és itt nem ritka az, hogy 60-70 éves emberek is rendszeresen járnak, és lelkesen a Curse klubba. Miben másabb ez a klub, mint más fitnesstermek esetleg? Hát azt gondolom, hogy többek között ebbe a mérésbe, amit elmondtam, tehát ez a kontroll, abban, hogy mindössze fél óra elegendő, ami egy kismamának például a gyerek alvása közben tökéletes, vagy az mi rohanó menedzseri életünkben is elegendő egy fél óra. De akár egy nyugdíjasnak is a két bevásárlás között ez tökéletesen elég. Az nagyon fontos, hogy itt klubtagság van, és abban is más, hogy ez nem csak egy edzőterem, hanem egy klub, és mit szeretnénk olyan programokat is szervezni, amitől klubbá válunk együtt, kirándulhatunk előadásokat, vagy havi jeles napokat megünnepelve. Egy kicsit klub is szeretnénk lenni, nem csak egy edzőterem. Felnőttek számára az ajánlott testmozgás hetente 5x 30 perc. Ennek legalább fele kell legyen pulzusszámot emelő fizikai aktivitás vagy edzés. Egy edzés úgy folyik, ahogy itt látszik is a kamera háttérképében, hogy különböző gépeken dolgozunk, valamint minden gép mellett található egy regenerációs pad. Jelenleg 8 gép van a körben, és 8 pad található. Minden padon és minden gépen a vendég 30 másodpercet tölt, és így telik el a 30 perces edzés. Minden gépen 30 percet dolgozik, minden idomcsoportot megdolgozunk, különböző szisztéma szerint vannak ugye sorrendbe állítva a gépek, és ez szerint például a hasfalat, az izmokat, a karizmokat, a vállövizmokat és a combizmokat is megdolgoztatjuk egy edzés keretében. Valamint ugye a gépek hidraulikus folyadékkal dolgozunk, tehát a gépeken hidraulikus folyadékkal dolgozunk, és ezért mindenféle izomcsoportot megdolgoztatunk duplán. Tehát így rövidül le az edzés 30 percre, nem pedig mondjuk egy órás edzésre, hiszen ezeket nem csak húzni kell, hanem ugyanúgy vissza is kell tolni. Az edző közben a kör közepén áll. Mire figyel oda? Az edzőnek a legfontosabb dolga az, hogy arra figyeljen oda, hogy a vendégek helyesen használják a gépeket, hiszen a legaktívabb és a legnagyobb hatást akkor tudjuk elérni, hogyha minden gépet helyesen használunk, valamint amikor a regenerációs padokra érnek a vendégek, akkor gyakorlatot mutat. Ennek az a lényege, hogy egy pulzuskontrollt tartsunk a padokon. A helyes életmódnak az egyik hozzátartozója ugye a mozgás. Milyen élettani hatásokat vált ki a helyes mozgás? Mindenféleképpen ugye egy jókedv javító jellege van, valamint egy stresszoldó hatás, az, hogy erősítjük az izmokat, ugye mostanában nagyon gyakori probléma az, hogy például gerincbetegségek alakulnak ki már nagyon fiatal korban, ezzel meg lehet előzni azt, hogy esetleg ilyen dolgok kialakuljanak például kisebb korban is, valamint elsősorban az a hatás, hogy egy olyan életritmus, egy olyan életstílust vegyen föl az ember, hogy ez beépíti a hétköznapjaiba, és ez tényleg beépüljön az életébe. Ettől ugye sokkal könnyebben fog menni a koncentráció például, tehát a munkahelyen is jobban fog teljesíteni, ez egy ilyen teljesen összetett dolog, tehát kihat a teljes életére. A nyitvatartási időn belül a nap bármely szakába be lehet jönni, vagy megadott időpontokra lehet jelentkezni? Igen, hát a körsz egy olyan speciális hely, ugye, ahol bármelyik időpontban befáradhat a vendég, nem kell időpontra érkeznie, tehát bármikor, amikor éppen ráér, esetleg dolgozás előtt, vagy dolgozás után, vagy miközben beszalad a gyerekért, akkor beugrik 30 percre, és bármikor csatlakozhat és beállhat a körbe, nincsen időhöz kötve. Mitől hatékonyabb ez a módszer, és hogyan tudják mérni? Ez az edzésforma azért hatékonyabb, mert itt egyfajta pulzuskontrollt tartunk minden vendégnél, attól függően, hogy mi a célja. A falon található lesz majd egy pulzustáblázat, és 8 percenként, amikor arra az adott állomásra érnek, a hang be fogja mondani, hogy pulzusmérés következik, és mindenki kontrollat tudja tartani a pulzusát, így abban a zsírégető tartományba tud dolgozni a 30 perc alatt, ami éppen az ő személyére szabott, valamint hogyha mondjuk állóképességet szeretne fejleszteni, akkor egy picit magasabb pulzustartományban dolgozik. Hogy lehet elképzelni egy ilyen edzést? Megérkezek és...
Megérkezel, mi fogadunk ugye a pultnál, nálunk van egy csipkártyás beléptető rendszer, ezzel jelzi a gép, hogy te megérkeztél, ezt le kell húzni, ezen van egy vonalkód, ezzel tudjuk a statisztikát, ugye a havi méréseket majd az alapján, hogy mondjuk mennyiszer látogatod a klubot, azt is ki tudjuk mutatni, hogy mondjuk ezen a héten nem voltál csak kétszer, vagy ezen a héten voltál ötször. Lehúztad a csipkártyádat, befáradsz az öltözőbe, átöltözöl, iszol egy-két korty vizet, kijössz, és ugye itt folyamatosan zajlik az edzés, és ahol van szabad gép, vagy esetleg szabad pad, akkor oda becsatlakozol az edzésbe, és onnantól számítva, ugye most 8 gép és 8 pad van, pont 3 kört kell menned, és ez alatt letelik a 30 perc. Igen, utána 30 perces edzés után pedig a hátrébb fáradsz oda az ivókútnál, lesz egy szőnyeg leterítve, és ott lesz egy nyújtási szakasz. Ugye minden edzés végén nagyon fontos az, hogy lenyújtsunk, hiszen a nyújtás 19%-kal fokozza az izom működését és teljesítményét, úgyhogy egy 7-8 perces nyújtási szakasz következik, a falon ki lesz téve egy táblázat, ami szerint minden izomcsoportot, amit itt megdolgoztattunk a körbe, szabályosan lenyújtunk. Milyen ruhába és cipőbe célszerű jönni? Legfőképpen olyan ruhában, ami ugye kényelmes, tág, és olyan cipőben, ami rendesen tartja a bokát, tehát és kényelmesen tudsz benne edzeni. Mikor fog nyitni itt Gödöllőn a klub, és milyen nyitvatartással fog működni? Február 25-én hétfőn nyitunk, minden nap 8-tól 12-ig, és 3-tól este 7-ig van nyitva. A körsz odafigyel a nőkre, tehát vasárnap sose leszünk nyitva, és hogyha úgy alakul, akkor szombaton délelőtt későbbiekben lesz még nyitvatartás.